megint a rajkosok kezdenek. Indulhatunk? Akkor óra indul, 1, 2, 3. Az állam és a civil szféra kapcsolatáról szóló érveléseinket szeretném részletezni, és első körben van 3 elmélet arra a szakirodalomban, hogy hogyan létezik egymás mellett párhuzamosan a civil és az állami szféra. Az elsőben egymástól függetlenek, tehát a civil szféra kritikai szerepet vállal az állammal és akár a piaccal kapcsolatban is. A másodikban az állam és a civil szféra párhuzamosan van jelen, egymás versenytársainak a közintézmények, és a harmadikban pedig van egy államtól függő civil szféra, ami állami támogatásból finanszírozza magát főként. Azt gondolom, hogy közös állításunk, hogy ez a harmadik típusú államtól függő civil szféra nem alkalmas a bizalmatlanság csökkentésére, míg mind a két csapat az első független civil szférát támogatja valamilyen szinten. Úgy gondoljuk, hogy ezt a független civil szférát mégpedig a piac támogatásával tudjuk kialakítani, és az állami támogatás erre a függetlenre, vagy az államnak a befolyásoló politikája az káros ide. És mindezt két érvel fogom alátámasztani. Az elmúlt 20 évben Magyarországon kialakult ez a mostani civil szféra. Egyetlen pozitív érv mondható el az állam szerepéről, az, hogy a támogatásának köszönhetően ez a civil szféra jelentősen megnőtt. Viszont az első negatív ér az, hogy a civil szférának az állami támogatása hozta magával azt, hogy a civil szféra veszít a társadalmi tömegbázis és az önszerveződő erőből, és sokkal inkább állami projektek támogatására és kiszolgálására épül, és így egy mesterségesen kreált civil szféra alakul ki, amely a lényegi társadalmi bázist veszti el. A másik érvünk pedig egy regionális különbségekből fakadó érv. Látni az összes kutatásban, hogy Budapest köré szerveződik a civil szféra, és azt is látni, hogy a bevételek 60%-a is kimondottan a fővárosba összpontosul, és azt is tudjuk, hogy a fővárosban sokkal nagyobb a vállalati szektor, sokkal jobb az infrastruktúra, amiből független civilek kialakulhatnának, illetve önfinanszírozást alakíthatnának ki vállalatokkal együttműködve. Viszont az állami támogatás pont egy különbségeket újraerősítő szerepet vesz fel, és a tudással, tapasztalattal rendelkező civileket támogatja, ahelyett, hogy új kezdeményezéseket támogatna. Éppen ezért gondoljuk úgy, hogy az állam szerepe egy újraelosztó szerep kéne, hogy legyen, egy kis állam, ami egy infrastruktúrát és vállalkozási környezetet teremt a hátrányosabb helyzetű térségekben, viszont nem folyósít közvetlen támogatásokat civileknek, mert úgy gondoljuk, hogy ezeknek a negatív hatásai erősebbek, mint bármilyen hozománya a civil szféra megtámogatására, és a bizalmatlanság csökkenéshez nem járulna hozzá. Bizalmatlanság növeléséhez nem járulna hozzá. Jó, köszönjük. Akkor következnek a tekesek. Mehetünk. Óra indul. Akkor az eddigi hozzászólásokból is láthattuk, hogy mind a piac és mind az állam diszfunkciói is felelősek a bizalmi válság kialakulásában. Mi azt állítjuk, hogy szükség van egyrészt a közpolitika és az államigazgatás reformjára is, másrészt a társadalmi kontroll kiépítésére a piac felen, a piac negatív hatásainak az ellensúlyozására. Azonban a piaci szereplőknek ez csak addig érdekük, amíg nem akadályozza a tevékenységüket, illetve profittermelési tevékenységüket ez a dolog. Ezért amellett érvelnénk, hogy aktív államra van szükség, viszont ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy több államra van szükség, hanem inkább más államra, amely mondjuk kialakítja egyrészt az intézményrendszer reformját, másrészt a civil szféra finanszírozási struktúrájának a reformját. Tehát nem csak a finanszírozást gondoljuk, mint az állam eszköze a civil szféra erősítésére, hanem az intézményrendszernek a kialakítása. A finanszírozással kapcsolatban először is a pártpolitikától kéne függetleníteni a finanszírozást, másrészt pedig növelhetnénk is a támogatásokat, hiszen az adatok azt mutatják, hogy Nyugat-Európához képest alacsony a központi támogatásoknak az aránya. Ami viszont fontosabb, az az intézményrendszernek az átalakítása, ahol közvetlenül és közvetve is lehet erősíteni a civil szféra kialakítását. Közvetlen erősítés az például a részvételi döntéshozatalnak az intézményesítése, ahol megteremtődhetnek azok az autonóm terek, ahol a civilek partnerekként és nem hátráltató tényezőként vannak kezelve az állam által. Ez azért is fontos, hiszen sok esetben a döntéshozatali procedúrák maguk fontosabbak, mint a döntések, a rendszer igazságosságának a megítélésében és az intézményi bizalom kialakulásában.
Ezért mi azt javasoljuk, hogy például a részvételi költségvetés bevezetésével lehetne becsatornázni a civileket a döntéshozatalba. A kutatások kimutatták, hogy ahol ezt bevezették, például Bulgáriában vagy Spanyolországban, ott nőtt a bizalom, nőtt az adózási hajlandóság. Igen. És ez a piacnak nem lenne érdeke, hiszen sok esetben ez piaci folyamatokat kontrollál, mondjuk egy részvételi költségvetés. Az intézményrendszert úgy szeretnénk kialakítani, hogy közvetettül erősítse a civil szférát, akkor itt gondolunk például a CSR tevékenységének a szabályozására. Hiszen Magyarországon speciális helyzetben vagyunk, a vállalatok társadalmi felelősségvállalása az nem a civil szféra nyomására alakult ki, hanem ez inkább egy marketing vagy PR tevékenység sok esetben a cégeknél. És ebben a kontextusban azt gondoljuk, hogy nem várhatjuk el a cégektől, hogy az egész civil szférát támogassák, azt a részét is, ami esetleg kontrollálná az ő tevékenységüket. Például Németországban is nagyon erős állami koordináció és kontroll van a CSR tevékenységekkel kapcsolatban. Például egyes állami tendereknél figyelembe veszik, hogy a cégek milyen CSR tevékenységet végeznek. Illetve azt is gondoljuk, hogy azért is fontos az állam finanszírozása, illetve az állami finanszírozások, hiszen ha a piac finanszírozza a civil szférát, az egészen más struktúrákat eredményez, egyes civil szervezetek nem kapnának annyi forrást, hiszen ez nem piaci érdek, hogy ők tevékenykedjenek. Köszönjük, akkor a rövid egyperces viszontválaszok ide jött el. Óra indul rajta. Lenne néhány kommentem az előző felvezetéshez. A 60%-ot jelenleg a kormány osztja ki a civil szférába folyó állami költségvetés, állami támogatásnak, illetve az is egy fontos érv, hogy a pályázat lejártával általában ezek a szervezetek elsorvadnak. Tehát egy nagyon rövid életű civil szervezetekből álló civil szektort hoz ez így létre, hogyha állami támogatásokra alapozzuk. Illetve az is egy fontos dolog, hogy a CSR egy hajlandóságot mutat a vállalatoknak egy hajlandóságát egy bizonyos civil szektor felé. És egy kérdésem lenne a másik csoport felé így végezetül, ki fogja kialakítani az államot? Az állam politikai racionalitás elvén nem fog önmagától egy jó állammá átalakulni, egy visszavonuló állammá, hanem pont, hogy a piac és a civil szervezeteknek az egységes összefogása lehet egy rendkívül hatékony ellenőrző szerep ebben a témában, mert az állam önmagától nem megy vissza. Nem említettem a bevezetőben, de a két csapat úgy egyezett meg, hogy van időkérési lehetőség, ha jól tudom, egy perc, ugye? Tehát most egy perc időt kér a fekes csapat, addig figyeljünk feszülten. Jó, letelt az egy perc. Akkor kérem szépen, hogy figyeljünk, mert még van egy tekes viszontválasz, mielőtt az összegzésekre sor kerülne. Tehát óra indul rajta. Hát ugye nem csak a finanszírozásról, hanem az intézményrendszerrel is beszéltünk, de ha már a finanszírozást kérdeztétek, akkor azt gondoljuk, hogy ha a piaci szféra finanszírozza a civil szférát, akkor egészségtelen verseny alakulhat ki, tehát például kutyabarát vagy egyéb civil szervezetek kapnak pénzt a helyet, hogy mondjuk olyan civil szervezetek kapnának, akik társadalmi kontrollt tudnak mondjuk egyes piaci folyamatok fölött kialakítani. Illetve azt is gondoljuk még az állammal kapcsolatos kérdésre, hogy mégiscsak az állam egy demokratikusan megválasztott képviseleti szerv, tehát hogy sokkal inkább elválható az államtól az intézményrendszernek az átalakítása, mint a piactól, akinek a logikájából fakadóan más érdekei vannak. Hiszen a piaci szereplők inkább piaci folyamatok terjesztésében érdekeltek, mint ahogy ti is mondtátok a profit termelő tevékenységekben. Azonban a civil szféra az sokkal inkább a részvételnek, a részvételi demokráciának, a participatív demokráciának a kiépítésével lehet érdekelt, ami sok esetben ellentétes a piacnak a profit érdekeivel. Jó, köszönjük szépen!